Üdvözöllek! Ebben a videóban egy érdekes és hasznos programmal ismerkednék meg. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy egyetlen ablakba rendezzünk több programot, és tulajdonképpen így a böngészőkből megismert módon lapokkal tudjunk váltani köztük. Erről a címről szerezhető be, tulajdonképpen itt a képekkel mutatja is, hogyha átvált. Igen, itt van. Hát ilyen lapokra, fülekre bontva tudjuk használni az egyes programokat, amelyeket csoportosítunk. Tehát gyakorlatilag egyetlen ablakban lesz több programablaka. Ez azért eléggé hasznos tud lenni bizonyos esetekben, például amikor valamilyen munkát végzünk, és ahhoz kell nekünk többféle program, akkor egyszerűen egyetlen ablakba csoportosítjuk őket, és akkor nem kell itt a tálcán váltogatni, hanem itt magában a programban tudunk váltogatni. Na de nézzük meg ezt a gyakorlatban. Itt a download és a tidy tabs. Az, amiről most szó lenne. A jó hír az, hogy ebből van ingyenes. A rossz hír az, hogy az nem tud mindent, amit a fizetős tud, de a fizetős sem igazán drága, $9. Nincs 3000 forint, megfontolandó mindenféleképpen, hogy tetszik az ingyenes változat alapvetően. Itt a downloadra kattintva le is lehetne tölteni, de itt tulajdonképpen a lejjebb tekerünk, akkor itt van a portable, tehát a telepítés nélküli változat. Tulajdonképpen ez tökéletesen megfelel, én ezt már le is töltöttem, ki is tömörítettem, mert ez egy zip egyébként. De a szimpatikusabb, akkor nyugodtan töltsd le a telepítőset, és akkor telepítsd fel. Ha megvan, akkor el kéne indítani, ezzel kell elindítani. Amit most meg is teszek. Mint látható, el is indult, itt van alul. És megjelenik egy ablaka is, ahol tudjuk aktiválni a fizetős változatot, vagy pedig egy próbaidőszakot kezdhetünk a fizetős változatból, vagy pedig használhatjuk az ingyeneset. Most akkor én ezt fogom kiválasztani. Continue. Tájékozat arról, hogy most már használható, és tulajdonképpen ennyi, ez most már használhatóvá is vált valóban. Az egyik funkciója, hogy például elindítjuk mondjuk a Windows-os jegyzettömböt, amely jegyzettömnél persze vannak sokkal jobb jegyzettöm programok, ingyenesek is, de az a funkció most már ebben is elérhető, hogy több jegyzetet, több szöveges fájlt tudunk megnyitva tartani egyetlen ablakban. Egyszerűen csak elindítunk ebből még egy példányt. A legegyszerűbben a görgővel kattintva lehet amúgy elindítani, hogyha ide a tálcára van rögzítve. És látható, hogy amikor ide közelítek, ide a bal felső sarokhoz, akkor megjelenik egy ilyen fül. Ennél fogva, hát amúgy mutatja is, rögtön megjelennek a fülek a különféle programokban. Hogyha most ide húzom így, akkor látható, hogy itt rögtön megjelenik, majd felengedjük a balegeret. És akkor ezek között már lehet itt szépen váltogatni. Ebben van valamiféle tartalom, az egyik szöveges fájlunk, meg ebbe is teljesen függetlenül. Ha letesszük tálcára, akkor mind a kettő oda kerül. Látható. De arra is van mód egyébként, hogy nem csak ugyanolyan programokat, nem csak ugyanazokat, hanem egyéb programot is be lehet ide tenni. Itt is megjelenik a bal felső sarokban ez a fül, és akkor ide kéne mozgatni, rögtön be is ugrik tulajdonképpen. Ilyen módon. Hát igen, annyi hátránya van, hogy van néhány erőszakosabb program, a parancsor az ilyen a Windows 8-ban, ami hát visszaáll egy adott méretre, nem is engedi, látható eddig tudom kihúzni. Mondjuk ez egy eléggé ritka eset, de ez is betehető ide, és akkor itt fent tudunk váltogatni az egyes programok között. De ez lehet akármilyen más program, tehát ezeket lehet így mixelgetni, csak az a probléma, hogy ez az ingyenes változatnak a limitje, hogy összesen három programot tehetünk egybe. Annak persze nincsen akadálya, hogy további csoportokat hozzunk létre, ez működik, de egy csoportban csak három darab program lehet. Ide már nem tudunk betenni egy újabbat, hogyha erre kattintunk jobb egérrel, akkor itt a close-zal ezt be lehet zárni. És akkor ide most már tehetünk egy másik programot, akár innen át lehet húzni egy meglévő csoportból is. Tehát itt tulajdonképpen teljesen más programokat is lehet csoportosítani. Van néhány program, aminél nem jelenik meg ez a fül, de úgy tipikusan minden programnál ez működőképes. Hát tulajdonképpen ez így működik, hogyha kattintunk rá jobb egérrel, akkor itt vannak a beállítások, illetve itt lehet engedélyezni, valamint kikapcsolni. Kikapcsoltam, megszűntek a csoportok, jobb egérrel kattintunk, visszakapcsoljuk.
Tehát itt vannak a beállítások. Tulajdonképpen nagyon sok mindent nem lehet beállítani, meg nem is nagyon kell, mert ez így működik, ahogy van. De ami fontos az, hogy a Windows-zal induljon. Ezt itt lehet engedélyezni, aztán persze az Apply-ra kattintva ezt véglegesíteni kell, vagy az OK-ra kattintva. Megjelenés. Hát itt különféle beállítási lehetősége vannak a megjelenésre vonatkozóan, de úgy szerintem ez így jó szokott lenni, ezt nagyon nem is kell talán piszkálni, viselkedés. Ez is ahogy van, jó szokott lenni, kivételek. Itt hozzá lehet adni egy programot, aminél nem szeretnénk használni ezt a csoportosítást. Tehát itt be kell tallózni, kiválasztjuk, és akkor utána hozzáadásra kattintva, erre a gombra kattintva. Csoportosítás, automatikus csoportosítás, ezzel lehetne a különféle programokat automatikusan csoportosítani, de ez csak a fizetős változatban érhető el tulajdonképpen. Ha végeztünk, akkor oké. Okay. És hát igazából ennyi. Úgy gondolom, hogy talán még azért az ingyenes változat is úgy jól használható, függetlenül attól, hogy csak három program lehet egy csoportban. Azért ez úgy elég tud lenni három különböző program, vagy ugyanabból a programból három példány, különálló példány. Ez talán így elég tud lenni, de hogyha valaki szeretné megvenni, akkor tulajdonképpen ennek a fizetős változata sem túl drága, nincsen 3000 forint.